vagyok, és én is gratulálok a 95. születésnapjához. Nagyon szépen megköszönöm. Ez egy csodálatosan szép kor is. Hát vonzó. Már azt hogy szép idő, jó idő, de ha az egészséggel történik, még jobb. Ez így van. Hát én ennek örülhetek, mert a sok minden után azért mégis nagyon jól érzem magam. Nagyon örülök. Még teszik-e megengedni, hogy ezt az emléklapot átadjam önnek? Ezt a miniszterelnök küldte önöknek. Nem. És hát az önkormányzat részéről mi is kívánunk önnek nagyon jó egészséget. Köszönöm szépen. És egy pici kis ajándékot is hoztunk az önkormányzat részéről. Fogyasszák szeretettel, egészséggel, van benne kávé. Nagyon szépen megköszönöm. Frissítő. Egy kis édesség. Tessék helyet foglalni. Mi a hosszú élet titka? Mit tetszik gondolni? Gondolni sok mindent lehet, de az ember csak úgy tudja ezt megmondani, hogyha megéri. Habár ezt is, hogy tudnél, vagy kitől, mitől származik, biztos, hogy van, akitől származik ez a hosszú élet. Tehát ugye a titkát megmondani, az már én magam nem tudom megmondani azért, hogy mi lehet ez. Lehet ez, mondjuk a megnyugvás, a türelem, és bízni az Úr Jézusba, hogy most még mindig ennyit tanít. Mondjuk egy kérésem volt, meg korábban, apám 98 éves korában halt meg, hogy annak is szegénynek úgy volt, hogy majd 100 éves, de hát 98 éves korában elment, hogy én legalább akkor érhessék meg a 100-at. Még hátra van, még 4,5. Hát, 4 és 3. Ki tudja. Ugyanakkor nem lesz probléma, így van? Az ember türelem és a megnyugvás az biztos, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az embernek az élete kicsit meghosszabbodjon. Minden esetre munkánál is azt észrevettem, hogy egyik ember így káromkodott, úgy káromkodott, ha valami nem úgy csinál. Én hálásra egyszer sem mondtam káromat, akkor milyen kellemetlenség volt. Nyugodtan megcsináltam utána, aztán elmúlt a méreg is, meg hát az ember, amit talán elrontott, helyre is tudta hozni, mert nyugodtan tudta csinálni utána. A másik meg káromkodott, nem, ez se sik, az se. Hát csinálni, hogyha jól sikerüljön. Sajnos az élet is, az ember megpróbáltatja. Én 40 éves korom még férfi női szakú voltam. Na most 55-ben operáltak, gyomortával adtál. És hát majd, mint maszek, tudtam dolgozni, mert segédet innes lehetett tartani. Eljött a rendelet, elvitték az iparángára, és megszűnt minden. Na, akkor bekerültünk egy ilyen közösségbe, ruhavállalat, Szombathelynek. Igen, ám, de hát az én gyomrom nem bírt azt a 8 óra ülést úgy, ahogy az kellett volna. Mindenért rohanni kellett. A vécére ment, jaj, már lemarad, lemarad. Aztán rá kell végezni, nem lehet csak úgy hagyni. Na most, akkor jött egy éjjel egy gondolatom, hogy nem muszáj neked itt killódni, menj el ilyen szabad munkakörbe, ahol szabad lehet, egyedül vagy kevesebben dolgozó, nem 30-40 ember. És mit ad Isten, a sógor egérszegi cégnél dolgozott, a Kályha parvannak, ő lejárta az egész országot, az egész cég. Na most megmondta ő is, egyszer egy vasárnap beszélgetünk, na mondom, hogy talán segítségem lesz, mert ő is ott hagyta az egész Szombathelyre. Kiménysöprő vállalatnak volt egy ilyen részleg, ami cserépkajás.
akkor menjünk el együtt. Hát, ugyanazt a fizetést megadták, mint itt a szakmunkkal, ott meg csak, hát mi leálltam, segítünk, már hát mindent tanulni kell, nem járt, csak úgy az papírra bizonyítani. Hát, hála Isten, másfél év után én már kezdtem teljes magamtól csinálni kályát. Mikor a főnök eljött, félig volt kész egy ilyen 4-2, vagy 4-2-es kája. Ránéz, na jó van, így van a békom. Hát, jó van, csináltam, de hála Isten, mindig kaptam az emberektől segítséget ahhoz, hogy mindig jobban tudjak csinálni. Örültem is neki, meg úgy szerettek is, mert mit mondjak, mint a híre jön valaminek, itt elhatározták az emberek, hogy ez az ember tényleg jól csinálja. Úgyhogy hát 3 évet meg kellett tanulnom, hogy megkapjam a segédlevelet. Hát az is sikerült. Utána aztán szép nyugodtan kezdtem dolgozni egyedül, már kaptam segédmunkást. Szóval mindegy, ez olyan munka, amit egy is tud csinálni, ha van segítsége, még előbbre van. Már aztán itt állt az idő, 59 éves, 58 múltam, akkor meg olyan fájdalmam volt a hátamban, a gerincben, hogy egy csempét nem tudtam már megemelni. Hát akkor lerokkantosítottak, először egy évre akartak, de akkor voltak ott 5-en, beszélgettek, azt mondják, hát mit nyerünk vele, most egy évre lerokkantosítjuk, nem sokat lett. Megadják hát 2 év, úgyhogy 58 éves koromban nyugdíjba mentem onnan. Hát persze utána körülbelül 5-6 év, mire úgy rendben tudtam jönni, hogy nála egy kicsit tudom. És megadta az Isten azt, hogy úgy tudtam utána még rendben jönni, hogy majdnem úgy mondhatom azt, hogy olyan 40 éves vagy 35 éves kornak éreztem magam. És még az úgy tudtam is dolgozni. Ez volt a legjobb probléma, hogy a munka, mert annak idején az orvosaim mindig azt mondta, hogy hagyjam abba a szabóságot, menjek más munkakörbe. Na, más munkakörbe 40 évig a kezem is nem ahhoz volt. Hát bizony az első 2 hetem az új, amelyet nem éreztem. Hát azért a cserép, a tégla, a sárga nyúkálni, kézzel, itt nem volt az, hogy a géppel megkeverem. Ezt mind kézzel köllött, meg egy lapáttal. Na hát az is szépen állt át az idő, úgyhogy örültem neki, hogy tényleg akármit tudtam csinálni, amihez erő kellett. Igen ám, de viszont az idő elszavar, hát akkor nem mentem vissza. A szabóság már van, nincs értelme, 60 éves koromban újra kezdjem azt. Hát így aztán maradtam ennél a munkakörnél. És nyugdíjmenekre én elég keveset kaptam, 2800 forint nyugdíjat. Hát mondjuk többet kellett volna kapni, csak elhibázták a bejelentést. Hát jó, én csak azt mondtam, na, nem baj, azt a kevesset itt csak sokarig éhessen, meg aztán is. 39 májusában megkaptam a segédlevelet. Na, aztán utána a segéd, közben a katonaság, a front. Szóval volt bőven mindig, ami elfoglalt. De hála Isten sikerült, mert de frontra kimentünk egyik olyan örömmel, mert mi frontra megyünk ide. Hát én nem azt gondoltam, hogy ezért örülnék. Igen. Én sem gondoltam volna. A jó Isten kértem, hogy úgy terülhessek haza-vissza, hogy ha megkapom azt a lövést, vagy ami halálos, halljak meg, de ne kerüljek haza betegen, vagy megcsonkítva, vagy valami. Hát megadta az Isten ezt is, 2 szilánkot
azt hazahoztam épp a bunker előtti lévő árokba. Volt, amikor az egyik a gyerek szíjamra esett, hát azt is áltettem. Később megkaptam egyet a jobbik zsebemre, amiben volt egy ilyen kis noteszféle, amiben képák voltak. Hát az ilyen vastag volt. Azt is elhoztam. Na hát így megúsztam, mert megadta az üzen az, hogy később a frontról egy kicsit hátrébb kerültem egy alazredeshez, aki én kőszegen voltam, katonat, meg ott volt Realba tani, vagyis hát ilyen katonaki képzés. Hát örült is az is, hogy vasi gyerek került hozzá, és nagyon is szeretett az alazredes. Hát utána aztán, hogy hazakerültünk, szerencsésen ő is, én is. Egyszer találkoztunk, de hát aztán a sors úgy hozta, hogy egyik jobbra, másik balra került. Igen, hát aztán így azért lassan-lassan meg is öregettem, vagy így mondjam, öregettem, vagy idősebb lettem.